csabinnyólogós pólók, táskák, bögrék, telefontokok és mindenféle jóság a webshopban. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Csabinyó vagyok. Mivel az előző címeretés részbe nem fért bele minden jó pálya, amelyet a Szintelen Rubik kocka legendájára csináltatok, ezért a mostani második részben ezeket mutatom be nektek. Kezdjünk is bele! A most következő pályát Neon készítette, úgyhogy valószínűleg ő egyébként megegyezik Neon 033-mal is, csak nevet váltott, és akkor kezdjük az üdvözléssel, mivel egyetlen gomb van csak, és egyébként itt van a Szintelen Rubik kocka. Igazából van színe, mert fehér színű, de nem baj. Na nézzük, üdvözlés! Üdvözöllek a kalandpályán! Ez a pálya a címerezés második évadához készült, a Szintelen Rubik kocka legendája címre. Jó szórakozást! A pályát készítette Neon, Tesztelők, Zombie Hunter és Mike Hoon. Ó, szóval akkor most már összedolgoztak srácok, és ez tök jó. Készült 2018. március 4-től 8-áig. Oké, szóval egy 4 napos pályát fogunk játszani, srácok. Szóval egy olyan pályát fogok játszani, ami 4 napig készült, és azt 5 percet ki fogom játszani. Durva. Szabályok. Feltétlenül érezd jól magad. Oké, akkor én feltétlenül jól fogom magam érezni. Kalandmódban könnyű nehézségi szinten játsz, ez be van állítva. A látótávolság legyen minimum 16 csánk, túl nagy lett a pálya. 21-en van, szóval biztos minden be fog tölteni. És minden más a szokásos. Jó. És akkor itt a történet. Te Csabika vagy, egy 4 éves kisfiú. Jelenleg a nagyszüleidnél töltöd a nyarat. Na hát ez érdekesen kezdődik. A nagymamád minden este mesél neked elalvás előtt, és ez ma sincs másképp. Történetünk itt veszi kezdetét. Oké, és akkor ez a kezdés. Az órát most indíthatod. Rendben van, akkor már indul is az óra. A Szintelen Rubik kocka legendája. Nagyon jó, mondja. Ideje lefeküdni, Csabikám. Nagyanyó, ma is mesélsz nekem? Hát persze, Csabikám. Mit szólnál a piroska és a farkashoz? Azt már kívülről fújom, unalmas. Akkor legyen a hófehérke és a héttörpe. Az is már a könyökömön jön ki. Mesélj valamit, ami még nem volt. Tovább. Jól van, lássuk csak. Megvan. Elmesélem neked a Szintelen Rubik kocka legendáját. Nagyanyó, ne nevettes. Szintelen Rubik kocka nem is létezik. De igenis létezik, és ez a mese a bizonyíték rá. Egy mese nem bizonyít semmit. Jól van, ha nem akarod, akkor nem mesélem el. Várj, ne haragudj. Meséld el, kérlek. Rendben van, elmesélem. Hó, micsoda a zene, srácok. Történetünk egy távoli szigeten játszódik, Rubik szigeten. Ezen a szigeten élt a híres feltaláló Ernő bácsi. Ernő bácsi minden egyes nap szorgosan készítette el a Rubik kockákat. Az unoka öccse, Gedeon, néha besegített a munkában. Igaz, ő egy kissé ügyetlen volt. Egy nap megmutatta Ernő bácsinak a saját készítésű Rubik kockáját tovább. Itt van Gedeon. Ernő bácsi, nézd! Végre elkészültem a saját Rubik kockámmal. Nagyszerű, lássuk azt a kockát! Srácok, ezt a kockát csinálta. Parancsolj, ugye jó lett? De hát ez a kocka teljesen színtelen, Gedeon. Ó, tényleg, elfelejtettem a színeket, de hát amúgy sem olyan fontosak, nem igaz, Ernő bácsi? Még hogy nem olyan fontosak, egy Rubik kockának az a lényege, hogy legyenek rajta színek, így bárki ki tudja rakni. Tényleg, erre nem is gondoltam, most mit csináljak, Ernő bácsi? Az összes festék elfogyott. Se baj, megyek és szedek pár virágot, azokból majd csinálunk festéket, te addig vigyázz a kockára. Feladat, menj le a kertbe és szedj piros, sárga és kék színű virágokat, ezután készíts belőlük festéket, ne felejtsd el, hogy ezeket az eszköztárban is el tudod készíteni. Mennyi Rubik kocka, srácok? Jó, rendben van. Menjek le, itt az ajtó. Igen. És akkor erre, és akkor, hogy volt? Kert. Itt a kert. És kaptam egy virágzúzó 2000-et. Oké. Okay. Jó, hát srácok, összesen leszedem, aztán majd meglátjuk. Jó. És akkor csináljunk festéket. Na, azt mondja. Kész. 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 Zsír. Erdő bácsi mondja, így. Ezzel meg is volnánk. Feladat, menj vissza Gedeonhoz. Akkor már jövök is vissza Gedeonhoz, aki itt van bent. Na, hello.
Erdőbácsi, nagy baj van. Mi történt, Gedeon? Hová lett a kocka? Nos, hát az történt, hogy megbotlottam és elejtettem a Rubik kockát, a kocka pedig kiesett az ablakon egyenesen a tengerbe. Te jó ég! Hogy lehetsz ennyire ügyetlen? Gyorsan, menjünk le a partra, hát ha megtaláljuk. Tovább? Nagyon jó, meséli. A szigetlakók mindenütt keresték a Rubik kockát, de sehol sem akadtak a nyomára. Így az a Rubik kocka azóta is szintelen. Szép álmokat, Csabikám, aludj jól! És itt a vége, fuss el véle. Oké, srácok, akkor az órát leállítom. Így van, itt van a vége, akkor portál kocka, Rubik kocka, és akkor itt van a köszönet, meg az érdekesség. Oké, köszönet. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályát, remélem tetszett. Egyébként tényleg létezik szintelen Rubik kocka, ha nem hiszed, járj utána. Mondjuk akkor az óra még mehetett volna tovább, de mindegy. Érdekesség. Tudtad? A Rubik kocka kirakásának világrekordja 4,59 másodperc. Na igen, hogyha ember rakja ki, akkor igen, de én láttam múltkor egy gépet, ami szerintem olyan 0,2 másodperc alatt rakta ki a Rubik kockát. Majd megkeresem azt a videót, aztán belinkellem a leírásba, aki érdekel, az nyugodtan nézze meg. Remélem meg fogom találni, ha nem, akkor majd azt is kiírom. Na jó van, Neon, tök jó kis pálya volt ez is, igazából még lett volna másfél perc, majdnem másfél perc, hogy ezt az időt kitöltsük, de igazából ez is így teljesen jó volt, ez is egy jó kis történet volt. Igazából én vártam volna a végére, hogy lesz egy kis csattanó, megmondom őszintén, hogy mit tudom, hogy megtalálja a kockát, akkor az valamitől színes lett, vagy valamilyen kis befejezést, de ez így sem volt rossz. Én nagyon szépen köszönöm neked a munkádat, és a tesztelőtnek pedig azt, hogy letesztelték ezt a pályát. A most következő pályát egy új készítő, Panda Laura készítette, ő nem csinált még pályát neki, ez az első pályája, legalábbis amit én megkaptam, úgyhogy mivel a zsűri kiválasztotta, valószínűleg egy jó kis pályát láthatunk majd most, kezdjük a köszöntőgomb megnyomásával. Üdvözöllek a szintelen Rubik kocka legendája című pályán, a pályát készítette Panda Laura. Szabályok? Békés nehézségen játsz, kalandmódban játsz, ne csalj, kövesd a piros bizbaszokat. Itt is piros bizbaszok vannak, srácok. Volt már egy ilyen pálya, nem tudom most milyen sorrendben látjátok, de volt már egy ilyen pálya, amit ezelőtt kijátszottam. Oké, és akkor a kezdés gomb, és akkor az órát is indítom vele együtt. Jó szórakozást! Na, lássuk a pályát. Na, nézzük. Csabinyó, milyen szép nap van ma. Elmegyek Andihoz és Bencéhez, és megnézem, hogy mi van velük. Menj el Andihoz és Bencéhez. Ó, Andi és Bence is szerepel benne, srácok. Itt vannak a bizbaszok. Doggy Andi és Ice Blue Bird háza. Ó, hellóka! Én mondom. Sziasztok, srácok, hogy vagytok? Doggy Andi. Szia, Csabinyó, jól vagyunk. Hallottad, hogy egy új ember költözött a faluba? Kérdezi Ice Blue Bird. Nem tudtam, megyek és megnézem, hogy ki lehet az új lakó. Feladat, menj és deríts ki, hogy ki költözhetett ide. Ó. Aha, erre jönnek a bizbaszok. Banya tanya. Ajaj, hellóka. Jó napot, ön lenne az új lakó a falunkban? Igen, én vagyok az, a nevem Banya, és a boszorkányok földjéről költöztem ide. Megkérdezhetem, hogy miért hagyta ott az otthonát, és költözött ide hozzánk? Mert van egy különleges kockám, amire a többi banyának fájt a foga. Egyszer ellopták már tőlem a banyák, és nem akartam, hogy ez még egyszer megismétlődjön. Csabinyó mondja, megnézhetném azt a különleges kockát? Természetesen, ott van a ládámban. Feladat, nézd meg a kockát, utána menj el Dávidhoz. Scrambled Rubik's Cube! Csak nézem meg, ennyi? Akkor nem viszem magam, ha nem lopom el. És itt lakik Dávid. Zsédav! Ja, hát Zsédav! Szevasz, Dávid! Szia, Dávid! Szia, Csabi! Találkoztál már az új szomszéddal? Igen, találkoztam. Mutatta neked a kockáját? Igen, megmutatta. Nagyon megtetszett nekem. Nekem is kellene egy olyan. Feladat, menj haza és feküdj le aludni. Oké. Go haza. Itt is van az ajtóm. Így van Csabinyó háza, és akkor 3 óra múlva. Na nézzük, mi lesz 3 óra múlva. Vagy mi fog kibontakozni ebből a történetből. Csabinyó, mi ez a hang? Feladat, menj az ablakhoz és nézzük, mi volt ez a hang. Azta, elment otthonról a banya, most el tudok menni a házába és meg tudom szerezni a kockáját. Menj el a banya házába és szerezd meg a kockáját. Óhó! De mi van, hogyha én ezt akkor elvittem volna? Vajon akkor a program szólt volna, hogy ezt nem viheted volna? Nem viheted el ezt a kockát?
Oké. Okay. Kaptam szöveget is. Remélem itt hagyta a banyakockát. Igen, itt van nálam. Sietnem kell, nehogy itt találjon engem. Gyorsan vedd ki a ládából a Rubik kockát és menj haza. Jó, hát siessünk. Talán még emlékszem, hogy kell kirakni. Kocka kirakása. Na nézzük. Ez az, sikerült. Mi történik? Szintelen lett a kocka? És miért lett minden ilyen színes? Wow! Ez is jó ötlet, ezt tetszik. Vége. Hát srácok, óra állj! Hát ennyi volt a Szintelen Rubik kocka legendája című pálya, amit Panda Laura készített. Egyébként ebben is tök jó megoldások voltak. Furcsálottam egyébként, hogy az egész falu olyan szürke volt. Majdnem szóvá is tettem, hogy hát az építés lehetne egy picikét jobb, meg olyan nagyon fakó az egész, de akkor most már így értem. Szóval így most minden színes lett, bár most nem is néztem hirtelen meg, hogy ott kint a faluban is minden színes lett, vagy csak az én házam lett az. De egyébként jó megoldás volt. Hát eladtam a banya kockáját, a színek pedig rákerültek a házamra tulajdonképpen. Úgyhogy abszolút jó megoldás volt ez. Nem volt túl bonyolítva a sztori, nem volt túl sok olyan technikai megoldás benne, amire azt mondom, hogy hú, hát ez aztán nem semmi, de viszont ezzel együtt teljesen jó volt, és nem is kellett egyébként ennél jobb megoldás szerintem, mert így is teljesen élvezhető volt a pálya, úgyhogy kedves Pandala úr, nagyon szépen köszönöm neked a munkádat és a pályát. A most következő pályát Ted Hun készítette, aki csinált már nekem AVM-be pályát, viszont a címerezés sorozatomban még nem, legalábbis most nem rémlik, ha mégis akkor elnézést kérek, szóval meglátjuk, hogy Ted Hun most erre a címre milyen pályát alkotott, mit hozott nekem össze, van egy beállítások gombom, meg egy kezdés gombom lesz majd. Na, kezdjük akkor a beállításokkal. Miért nem kattint? Na, most. Particle effektek maxon, hát ez nálam maxon van, látótávolsága minimum 12 csánk, ez nálam 21-en van, szóval ez se lehet gond. Játékmód kaland beállítva, ne használj semmilyen segédprogramot és küldj puszit Andinak. Igen? Na jó. Tessék Andi, ez csak neked, nem tudom, lehetett hallani, remélem, hogy igen, de miért kell engem ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, Ted? Na, jó van. Kezdés. Akkor viszont nincs történet, gondolom, akkor ez majd közben fog kiderülni. Hát akkor kezdés. Óra indít. Esemény. Teleportáció és robbanás hang hallatszik. GLaDOS mondja. Ó, hello! Újra itt vagyunk. Á, nem te jöttél hozzám, hanem én. Most gondolom össze vagy zavarodva, hogy miért is vagyok én itt. A pálya készítője küldött, hogy teleportáljalak el téged a tesztszobába. Haladj át a teleportációs kapun, hogy a tesztszobába tudjalak teleportálni. Na ez érdekesen kezdődik, srácok. Ez lenne a... teleportációs kapu? Aha, egy celleba vagyok. És... hellóka, ennyi? Mi van? Pupákok, rossz helyre nyitottátok a sárga kaput. Most már jónak kell lennie. Kérlek, lépj be újra a kapuba, hogy a jó helyre tudjalak teleportálni. Aha. Üdvözöllek a Rubik RT épületében, ez a te irodád. A történet itt kezdődik. Na, srácok, elkezdődött végre a cselekmény egy perc után. Feladat, ellenőrizd a Rubik kocka raktárat, hogy a szállításhoz minden megfelelő legyen. Tipp, kövesd a fehér bizbaszt. Na, itt meg fehér bizbasz van. Ez a bizbasz elég elterjedt. Azt mondja, raktár szállítás irodák porta. Aha. A szállítás, itt nem is tud bejönni, és akkor erre kell jönni, mert ugye erre jönnek a kis bizbaszok. És itt van a raktár. Oké, a Szintelen Rubik kocka legendája. És szöveg. Ezek a fránya kockák, már lassan kezdem őket unni. Feladat, menj be a Rubik kocka tartó rekeszekbe, hogy elvégezhess az ellenőrzést. Tipp, kattints a táblára, érintő panel a gépen. És akkor erre kell lejönni, mert itt van a kis bizbasz, és... gép ellenőrzés, jobb klik. Kész. Aha, erre kell tovább jönni, és az a gomb ez mi? Pisszenés hallatszik. Teleportációs hangok hallatszódnak. Működik a gép ezek szerint? Ó! Azt mondja, a Csabusa Redstone mágus, tudásom tőle származik. Itt ugyanaz a szöveg. Jó, oké. Okay. Ó, ez csak egy kis easter egg volt, srácok! Ez csak egy kis easter egg volt, aha! De legalább végre megtaláltam egyet. Általában ez nem szokott menni, és akkor most ebbe a gépbe kell lejönnöm, lepottyanok, jó. Gép ellenőrzés. Itt nincs gomb. Itt nincs gomb. Jó, akkor megyünk szépen tovább erre.
szépen végig ellenőrzünk mindent. Most meg erre? Aha. Oké. Ellenőrzés. A Rubik kocka szintelen a kocka helyrehozása szükséges. Aha, erre menjek le. Hogy másszak föl? Hát gondolom, akkor itt kéne leesni. Mindjárt leesünk. Jelenleg az ürességben vagy. Feladat, keresd meg a fényt a kiúthoz. Hát itt a fény. Gondolom, ez az? Aha. Szimba mondja. Ó, nem mondod. Üdvözöllek a birodalmamban. Látod, milyen szépek a színek? Ezeket mind én szereztem meg a különböző dimenziókból. Hogy mi történik, ha megszerzem mindet? Elpusztul a világ. Ha-ha-ha. Kellenek a színek? Küzd meg értük. Feladat, mindig azt a színt nyom meg, amire Szimba épp gondol. Ja, hogy a feje fölött ezek a kockák a színek, amikre gondol? Hát fehér. Aha. Türkíz. Igen, narancs. Rózsaszín. Aha, lila. Zöld. Kék. Sárga. Barna? Ja, nem, szöveg. Ne, miért lopsz meg engem? Pálya. Sikeresen kijátszottál engem, köszönöm. Történet, mivel legyőzted egy játékban azt, aki lopkodta a színeket a dimenziókból, ezért minden újra a normális. Feladat, befejezéshez nyomd meg a vészgombot az asztalodnál. Add azt. Iroda vészezárása folyamatban. Köszönöm, hogy kijátszottad. De epik vége van. Oké. Tesztelő Dorka, készítő Ted Hun, tesztelő Lego Dave. És köszönöm, hogy kijátszottad. Hát még fél perc maradt volna, az órát most már leállítottam. Szóval még fél perc maradt volna. Nem volt ez rossz egyébként. Jól össze lett rakva ez az egész történet. Picikét én láttam a kockákat, tehát szóval ott voltak a kockák, de úgy valahogy magát a Rubik kockát azt úgy hiányoltam, mint jelenséget, hogy mondjuk a kezembe kerüljön, vagy úgy ténylegesen azt lássam, hogy ott egy Rubik kocka, de egyébként nem volt rossz a megvalósítás, és tetszettek a technikai megoldások is Tethun, úgyhogy a következő címerezésre is várom tőled a pályát, hogyha lesz hozzá kedved. Szóval köszönöm szépen a pályát, hogy megcsináltad, a tesztelőknek pedig, hogy letesztelték. A most következő pályát Barni készítette, akinek még nem került be pályája a címerezésbe, illetve nem tudom, hogy küldötte pályát, de ez az első, ami bekerül videóba, úgyhogy lássuk ezzel a gombbal a kezdést, mivel egyébként nincs semmi más itt. Oké, egyébként egy hatalmas Rubik kockában vagyok, nézzétek? Szerintem igen, na nézzük. És nincsenek színek? Ja. Na jó, nézzük. Barni, üdv a pályámon, a folytatáshoz nyomd meg a gombot. Még egyszer. Szabályok, ne csaj, ne használj parancsokat, ha egyezést találsz bármilyen pályával, az a véletlen műve. És akkor gomb, kezdés, magamtól oda mentem a számítógéphez. Mi? Rubik kocka verseny? Szombaton? Remek, egy háromszoros világbajnoknak nem lehet kihívás. Aha, itt vannak a Rubik kockáim, itt van a számítógép, jó, de most mit csináljak? Mit a feladatom? Itt van egy ajtó, semmi. Ez se semmi. Ez se semmi. Vagyis ez is semmi. Akkor kijövök itt, srácok. Ó, ott van anya. És nem tudok beugrani. Meg kell kerülnem? Aha. Hello. Hello. Akkor beszélgetés. Szia, anya. Ó, szia, Csabinyó. Nem kellene aludnod? Szombaton Rubik kocka verseny lesz. Van kedved elmenni? Ha elviszel. Apropó, holnap lesz a vizsga, és ha átmegyek, kapok jogsit. Nem felejtettem el, most pedig menj aludni. Jó ét, mondom neki. Hát akkor irány vissza a szobám, és akkor aludjunk. Majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kibontakozni. Egy Rubik kocka és egy jogsi van kilátásban. Ezt már tudjuk. És akkor most már szépen alszok. Aludj el szépen, kis Balázs. És fel is keltem. Menj az ajtóhoz. Na végre egy kis instrukció. Itt az ajtó. Mármint, hogy melyik ajtóhoz? Nem ehhez? Ez ki? Lilla szobája. Ez tök üres, de... Aha. Jó, itt nincs semmi. Akkor nézzük meg ezt. Egy újabb szoba, de akkor hova kéne jönnöm? Ehhez az ajtóhoz? Ó! Megvan! Megvan a jogsi! Anya! Elmentem autózni, kipróbálom az autót. Vigyázz magadra, mondja anya. És akkor...
Mennyi? Ó. Na, esik az eső. Előttem egy simpár. Balesetet szenvedtem volna? Ez most azt jelképezi? 3 héttel később egy Rubik kocka versenyen. És rakom ki a Rubik kockát, srácok. 2:41 másodperc. Új világrekord egy színvak fiútól. Ez gyorsan megvolt az a verseny. Barni, köszi, hogy végigjátszottad a pályámat. Hashtag respect a színvakoknak. Oké, hát az a pályáz gyorsan véget ért. Ki még 2 perc 30 másodperc maradt volna még a pályából. Egy picikét lehetett volna, hát hogy mondjam, jobban kidolgozni ezt az egészet. Egy picikét furcsa volt nekem az, hogy most hogy jön a képbe a baleset. Most már leesett, hogy valószínűleg a balesetben színvak lettem, mert ugye itt van az hogy új világrekord egy színvak fiútól. Tehát valószínűleg a balesetben színvak lettem, és ennek ellenére 2:41 másodperc alatt kirattam a Rubik kockát, amit egyébként nem értek, hogy miért egy ilyen kőtégla van nálam. Tehát oké, Rubik kocka neve, de igazán tertél volna egy Rubik kocka fejet ide, és akkor még hitelesebb lett volna az egész. Szóval picikét furcsa volt nekem ez az összeállítás, de úgy értem, mire ment volna ki, és a végén külön tetszett ez, hogy kiírtad, hogy hashtag respect a színvakoknak. Ez teljesen korrekt, és tényleg egy szép gondolat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Barni, a pályát és a munkádat. No hát, ezek és az előző részben bemutatott pályák voltak azok, amelyek elnyerték a zsűri és az én tetszésemet, a következő cím pedig, ahogy egy héttel korábban is elmondtam, az elgurult apatikus gyógyszere lesz, de erre már csak ma este 8-ig lehet küldeni a pályákat, hiszen ugye mindig egy teljes hét áll rendelkezésre a pályák beküldésére. Ha tetszett a videó, mindenképpen nyomj rá egy lájkot, ha pedig feliratkozol a csatornámra, azt külön köszönöm. Sziasztok!